Köszöntöm nézőinket! Elsőként lássuk, hogy miről lesz szó mai híradónkban. Előadás a migrációról. Dr. Isaszegi János tábornok beszélt az aktuális helyzetről. Testületi ülés, tilos az égetés. Magyar nóta, Kapi Gábor nótás kapitány lép fel a PNK-ban. Válságövezetek konfliktusai és háborúi címmel tartott előadást Szentendrén dr. Isaszegi János tábornok biztonságpolitikai szakértő. A sok aktualitást magába foglaló program házigazdája Hadházi Sándor országgyűlési képviselő volt. A mindennapjainkat meghatározó aktuális és egyre aktuálisabb témával várták az érdeklődőket a Pest megyei könyvtárba október 14-én a Válság övezetek konfliktusai és háborúi címmel. Az előadó dr. Isaszegi János tábornok, biztonságpolitikai szakértő korábban több évig szolgált Szentendrén az MH Altiszti Akadémián, aki a világ háborús övezeteiben szerzett tapasztalatait is megosztotta a jelenlévőkkel. A Pest megyei könyvtár színháztermében Hadházi Sándor országgyűlési képviselő köszöntötte a jelenlévőket. A téma az önmagát beszél. Rendkívül izgalmas és rendkívül aktuális, és egyre inkább az. És mi csak a felszínt látjuk, ami a sajtóban megjelenik, ha valaki figyelmesen olvassa, akkor sem biztos, sőt valószínű, hogy nem fogja érteni, hogy mi történik a világban. És ez egyébként önmagában szomorú, mikor valóban mindenki ezzel jutott minden hírforrás. Szükség van arra, hogy az okokat is feltárjuk. Tehát, hogyha látunk egy problémát, akkor nem elegendő azzal foglalkozni és a felszínt kezelni, hanem a mélyére kell nézni, és meg kell tudni azt, hogy mi az egésznek az oka. Miért indultak el Szíriából, Afganisztánból, Irakból tömegével az emberek? És mi van Afrikában? Milyen folyamatok indulhatnak el onnan is, amik egyébként már elindultak, csak ezek hova vezethetnek? Európa fölkészült-e erre a problémára? Ha nem fölkészült, akkor mik a feladatok, a legfontosabb feladatok? Hogyan kell nekünk hozzáállni ehhez a kérdéshez? Egy nagyon hiteles ember, Isaszegi János tábornok úr fog előadást tartani, aki hosszú időt töltött Afganisztánban, Irakban. Nagyon jól ismeri a térséget, más szemmel látja az egész helyzetet, és én abban bízom, hogy ízelítőt kaphatunk, hogy mik történnek, milyen folyamatok zajlanak ott, Szíriában, Afganisztánban, Irakban, és jobban meg tudjuk érteni ezeket, és hogyha meg tudjuk érteni, akkor talán együttesen meg tudjuk keresni a helyes válaszokat, mert jelen pillanatban nagyon sok helytelen rossz válasz érkezik erre a kérdésre, erre a problémára. Ez létkérdésünk, hiszen Európa gyenge, ezt ki kell mondani. Akkor, hogyha ezt a problémát nem tudjuk megoldani, akkor ez a gyengeség, ez még tovább fog mélyülni. A gazdag és a gyenge együttesen nagyon veszélyes. Gazdagság ugye vonza az embereket, a gyengeség pedig nem ad elég erőt ahhoz, hogy ellenálljunk ezeknek a folyamatoknak. Tehát ezt a kérdést nekünk helyesen kell kezelni, és bízom abban, hogy nagyon sok kérdésre jó választ kaphatunk itt. A résztvevők az előadás mellett egy könyvbemutatón is részt vehettek. A könyvszerzője az est előadója is volt egyben, dr. Isaszegi János, aki a kötetében is a 21. század élettérháborúit dolgozta fel saját tapasztalataink keresztül. Én úgy gondolom, hogy egyik szeretett városom Szentendre és a környéke éppen olyan biztonsági környezetben él, mint Magyarország bármelyik része, hiszen itt nem beszélhetünk arról, hogy egy országon belül van egy nagyon kényes biztonsági környezet a migránsok vonulásával, és mert mi itt kicsit messzebb vagyunk, itt kevésbé. Ugyanis ha azt nézzük, hogy a bejött migránsok közül többen újra visszamentek, és újabb csapatokkal jönnek, látható, hogy több irányú mozgás van. Ha azt nézzük,
hogy van már második útvonal is, és van tervezett harmadik útvonal is, amennyiben törökök a görögökkel nem tudnak régiószomszédság alapon megegyezni, ez pedig a Bulgária, Románia, Ukrajna, Lengyelország útvonal, ahol előfordulhat, hogy valaki keresik majd a keletről nyugatra átmenetet, és összességében azt mondom, hogy számomra nem csak azért, mert katona vagyok, hanem azért, mert szeretem a hazámat, de inkább úgy is azt mondom, a családomat is szeretem, a családom biztonsága és mindenki biztonsága. Tehát a biztonságunk az egyes számú prioritás. Én aggódva nézem mindazt, ami zajlik. A tábornok a média szerepére is kitért a migrációs kérdéssel kapcsolatban. Én ezt már többször elmondtam, amiatt is, mert missziókban is nagyon fontosnak tartottuk a médiát, mint közvetítőt a helyi közeg felé is. Bocsánat, a kifejezésre használtuk a médiát tudatosan. A helyi lakosság esetenként a szemben álló erők megnyerésére, direkt nem ellenséget mondtam. Tehát nagyon fontosnak tartom a médiát. Az is nagyon fontosnak tartanám, hogy mindarról, ami zajlik, reális, valós képet adjon, közvetítsen a média, hiszen nem a média gyártja, hanem ő közvetíti. Talán ott tennék nagyon, de csak nagyon pici észrevételt, hogy a túl sok politikai nyilatkozat a politikai okok miatt elviszi a téma lényegét is. Az előadáson a jelenlévők betekintést kaphattak a tábornok katonai pályájába is, és a válság övezetekkel kapcsolatos kérdéseikre is válaszokat kaphattak az est végén. Tilos a kerti égetés. Egy korábbi önkormányzati rendelet november 1-től feloldaná ugyan a zöld hulladék égetést, de a képviselőtestület október 8-ai ülésén módosultak a szabályok, és az üdülő területek egy részét kivéve tiltja az égetést. Az égetés új szabályai szerint saját ingatlanon belül avart és kerti hulladékot csak a rendeletben meghatározott üdülő területeken lehet égetni november 1-től május 31-éig, péntekenként 9 és 19 óra között. A tulajdonosnak figyelnie kell arra is, hogy csak kisebb mennyiségű komposztálással nem hasznosítható avart és kerti hulladékot égessen, kizárólag szélmentes időben. A város minden más területén tilos a zöld javak égetése. Azért kértem szót, mert a tegnapi bizottsági ülésen Kudet Krisztinával beszélgettünk erről. Konkrét javaslatot nem tudtam megfogalmazni, de azt az elvárásunkat ezért kifejeztük a Kudet Krisztina rész számára, hogy az ebből a döntésünkből fakadó, egyébként a mindennapi életet érintő, városlakók életét érintő dolgokat majd kezelnie kéne a városra, tehát itt a kommunikációs részére gondolok, arra a részére, hogy hogyan oldjuk meg, hogyha valaki a saját zöld hulladékát nem tudja egyébként eljutatni a VSRT-hez, vagy nem értesül arról, hogy mikor viszik az utcába. Tehát egy csomó olyan a mindennapi élettel összefüggő kérdés vetődik föl, amit meg kell próbálnunk kezelni, és erről folytattunk tegnap pár beszédet Kudet Krisztinával, köszönöm. A rendelet módosítást a környezetvédelmén túl a sokasodó lakossági panaszok és a belügyminisztérium márciustól életbe lépett tűzvédelmi szabályozása tette indokoltá. A nedves lombokból kavargó fekete füst nem csak a környezetet szennyezi, de a levegőben szálló izzó darabok számtalanszor vezettek már súlyos tűzesethez. Az országos program irányelveihez igazodva a Szentendrei Önkormányzat is elsősorban komposztálással ajánlja a zöld javaslatot. Hasznosítását. A fel nem használt komposztálatlan lombok, ágak őszi begyűjtéséről a VSN ZRT gondoskodik majd több ütemben. Ezek időpontját az időjáráshoz igazodva jelölik ki, és honlapjukon teszik közzé. Én pedig arra hívnám fel a figyelmét, hogy az időjárás az nem mindig ugyanolyan minden évben. Ergo elképzelhető, hogy a lomb később hullik, vagy korábban hullik, tehát ehhez kérném a VSRT-nek a rugalmasságát, hogy az zöld hulladék begyűjtést akkora időzítse, amikor a lombok lehullanak, és ne előtte, mert
akkor az tulajdonképpen nem sok mindent értünk el. Köszönöm. A város köztisztaságáról szóló korábbi rendelet módosítását elfogadták a honatyák. Napirendre került a testületi ülésen a szelektív hulladékgyűjtés kérdése is. A képviselők úgy döntöttek, hogy a szelektív gyűjtőszigeteket a közvetlen környezetükben állandósult illegálisan hulladék lerakási lehetőség megakadályozása érdekében megszüntetik. Mivel két olyan körzetben, vagy két olyan területen is érdekelt vagyok, mint képviselő, ahol van ilyen és megszüntetésre kerül, és már a lakók egy része ugye értetlenül áll, vagy kétségbe esetten, hogy hova tegye a megszokott szelektív hulladékát, vagy szelektíven gyűjtöttet, hiszen ők azok, akik ugye rendesen gyűjtötték, és nem miattuk szűnik meg ez a sziget, hanem tudjuk, hogy olyan magatartás folytató lakók miatt, akik mindenféle szemetet oda tesznek. Tehát röviden, én értem, hogy ezek fölött lejárt az idő, mert például vannak itt néhányan, akik emlékszünk, amikor ezt létesítettük, hogy ez akkor egy nagyon előrelépő dolog volt a környezetvédelem, meg a környezettudatos életmód mellett, de valahogy azt szeretném kérni, és akkor ez a lényege a mondandómnak, hogy várják a lakók, hogy őket kommunikáljuk, vagy hogy nekik elmondjuk, vagy nekik kommunikáljuk, hogy hova vihetik a szelektív hulladékukat, mert az megnyugtató, azt tudom a VSZRT munkatársától, hogy januártól ez gyakorlatilag majd elkezd rendben lenni, és sokkal jobb lesz, mint az eddigi, hiszen a lépcsőházakba kerülhet majd ilyen szelektív gyűjtés kiváltó, vagy szelektív gyűjtés biztosító hulladékedény, de addig azért van egy időszak, hogy nehogy ebből illegális szemétlerakások legyenek, mert azért elég sok szigetet megszüntetünk, vagy sok lakót érintő szigetet megszüntetünk, tehát van bennem egy ilyen aggodalom erre néhány hónapra, hogy ebbe kérem polgármester urat, hogy ebbe legyünk nagyon ügyesek, hogy addig valahogy ezt, és akkor utána ugye megnyugtatott divízióvezető úr, hogy utána pedig ez valószínű, hogy nagyon gyorsan most a döntésünk után beindul. Meg számomra az nem világos, és lehet, hogy nem eléggé olvastam el, hogy azokat a szelektív kukákat majd a társasházak fizetik, vagy ezt majd kidolgozzuk egy következő ülésre. A társasházaknak nem lesz külön fizetési kötelezettsége, mondta Versegi Nagy Miklós polgármester, hiszen a gyűjtőszigeteket a társasházak esetében a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtéssel váltják ki a Dunavértes köze regionális hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztő KEOP projektjének keretében. Újra szól a Magyar Nóta Szentendrén. Néhány év szünet után a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub szervezésében újra felcsendülnek a régismert dallamok neves előadók tolmácsolásában a Pest megyei könyvtárban. Kapi Gábor nótás kapitány és Horváth István műsorvezető szervezésében régi és új magyar nóták, katonanóták csendülnek fel a PMK színház termében november 7-én. A szervezők az őszre hangolják már a közönséget a dalok segítségével, olyan neves előadók tolmácsolásában, mint Bétót Magda, Fényes György, Nagykörösi Kis Anna, Pék László, Balázs Anikó és Kapi Gábor. Az esemény az gyakorlatilag egy 3 órás magyar nóta műsor, mondhatnánk egy gála műsor, ahol 6 énekes fog színpadra lépni, és egy kórus, a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub ezüstfény kórusa. És gyakorlatilag 3 órán keresztül 2 részben fog zajlani. Itt lesz magyar nóta, katonanóta, cigánydalok, operettek, örökzöldek, tehát mindent fogunk érinteni, ahogy a közönséget minél színesebben ki tudjuk szolgálni. És hát 3 óra, ez nem kis idő, elég sok dal el fog hangzani. Felkérjük a közönséget, hogy minden tovább nélkül énekelhetnek velünk, tehát amilyen dalt ismernek ugye a elhangzó dalok közül, az bátran énekelhetik. Van olyan visszajelzés, hogy a közönség egy része szereti ezt, van olyan, aki azt mondja, hogy minket akar hallani, nem van mellette ülőt, de ez ugye egymás közt elintézik. De általában énekelnek velünk, tehát főleg ismeretem dalokat. Hát nyilván, ahogy beszéltünk az új dalokról, a mai szerzők lesz ez a Sírdogál az őszi szél, ami most a műsorunknak a fő címe, ez is egy nem túl rég, élő szerző, Bicskei Dániel által szerzett dal, egy nagyon gyönyörű őszi szöveggel és ugye benne az érzelmekkel teli szöveggel rendelkezik, tehát mondani valóval. És hát ilyenkor, amikor ilyen dalt hallanak, ami nem annyira ismert,
akkor síri csend, akkor hallgatnak, és ugye szívják magukba, és értelmezik a szöveget. Hisz, hogyha sikerül úgy leadni, ugye mert mi a célunk, hogy a mondani valóját mi leadjuk, odaadjuk a közönségnek, tehát terítsük. Nem az a lényeg, hogy én sírom el magam, vagy én érzékenyülök el, hanem úgy adjam elő, hogy a közönség ezt átérezze, hogy miről is van ebben a dalban szó. A korábban nagy hagyományokkal rendelkező Magyar Nótaest házigazdája ezúttal is Horváth László lesz, aki a jó hangulatról gondoskodik majd. A szervezők szeretnék, ha újraéledne ismét városunkban ez a hagyományainkat őrző esemény. November 10-én 15 óra kezdettel kezdődik, a Pátriárka utca 7 szám alatt található, aki esetleg nem tudná a címet, és 15 órakor kezdődik, ami azt jelenti, hogy azért 14 óra 30 percre oda kellene érkezniük, hogy ugye tudjunk pontosan kezdeni, ezt előtte mi megcsináljuk, hogy a zenekarral, a beállás technikussal, és akkor 14:30 körül engedjük a közönséget a nézőtérre. A dalok mellé kell a jó zene is, amiről a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub Ezüstfény együttese és ifjabb Olá Kálmán, valamint Olá Albert gondoskodik majd. A Szentendre ma adását látták, maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Fókuszban című magazinműsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket, de addig is visszakereshetik műsorainkat a tvszentendre.hu honlapon, ahol friss híreket is olvashatnak, és csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!